felkérem Berényi József urat, tartsa meg ünnepi szónoklatást. Tisztelt elnök úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt helyi képviselők, megyei képviselők, kedves mindnyájan! Sokszor szoktuk mondani, minden bú és bánat ellenére, hogy jó magyarnak lenni. Amikor kimondjuk ezt a pár szót, hogy jó magyarnak lenni, akkor nyilván a fogódzó, a történelem, a kultúra, a nyelv, amelyben közép-európai szinten továbbra is nyilván vezető szerepet tud betölteni a magyar. Éljen akár Magyarországon, éljen akár Szlovákiában, Romániában, vagy bárhol máshol. Éppennek a történelmi összefüggésnek köszönhetően vagyunk itt, ünneplünk mai Trímaszombatban, de ünnepel az egész Kárpát-medence magyarsága, mert ha van, amire büszkék lehetünk a modern kor történelmében, akkor biztos 1848-49, vagy éppen pont március 15-e, de találhatjuk 1956-ot is, és még bizonyára van néhány fogódzó. Hogy mennyire igaz ez, hogy 1848 és 49 nem csak számunkra, hanem mindenki számára útmutató volt, és erre lehetünk büszkék, mutatja az is, hogy Kossuth Lajosnak és a márciusi ifjaknak, illetve a forradalomhoz kapcsolódó személyeknek több helyen a világban van szobra, emlékműve, vagy emlékeznek rá akkor, amikor kell. Volt néhányszor alkalmam az Egyesült Államok parlamentjében járni különböző delegáció tagjaként, és igazán szívmelengető dolog volt látni, hogy bent a parlament épületében van Kossuth Lajosnak szobra. Hasonló büszkeséggel talán csak a lengyelek vannak itt Közép-Európában, az ő nemzetébresztő és nemzeti függetlenségi harcosainak hasonlóképpen vannak szobrai az Egyesült Államok területén, de bizonyára, hogy a közép-európai nemzetek közül a lengyelek és a magyarok azok, akikre leginkább úgy tekintenek, még ott az Egyesült Államokban is, mint szabadságszerető népre és nemzetre. És öröm látni azt is, hogy az utóbbi években már felvilágosultabb szlovák politikusok, közéleti emberek is tudnak velünk ünnepelni 48-49 kapcsán is. Tapasztalható ez a pozsonyi összejövetelen, hogy néhányan már eljönnek, és néhányan tudatosítják azt, hogy bizony akkor itt Közép-Európában a magyarság, a magyar nép, a magyar nemzet volt az útmutató, amely a legforradalmibb, a legnagyobb változásokat kívánta bevinni az államigazgatásba, az emberek igazgatásába, a kultúrába és a függetlenségbe és a szabadságba úgy általában. Ezután a kiváló beszéd után, amit elnök úr elmondott, keretbe foglalva, én igyekszem nagyon rövid lenni, ezért egy komoly, de mégis játékra készülődöm. A 12 pontot, amit itt szorongatok a kezemben, próbálnám meg lefordítani a mai nyelvünkre, mi vajon hogy fogalmazhatnánk meg a 12 pontot. Az első pont, ami úgy szólt annak idején, amit március 15-én felolvastak, hogy kívánjuk a sajtószabadságát, a cenzúra eltörlését, most kívánjuk a sajtószabadságát, kívánjuk az objektív tájékoztatást, mert ennek manapság nem mindig látjuk a nyomait. Sajtószabadság van, objektív tájékoztatás kevésbé van. Az objektív tájékoztatáshoz természetesen olyan intelligencia szükséges manapság az újságír és az olvasó részéről, hogy a sorok közt is olvasni tudjunk. Nem ezért voltunk 89-ben a téren, azért voltunk 89-ben a téren, hogy lehetőleg tényleg szabad sajtót lássunk, aki a magyarság megmaradását, amely a kulturális értékeket hasonlóképpen vállalja fel, ahogy ez méltó egy nemzethez, méltó egy néphez. Amikor arról beszéltek a március 15-i ifjak, hogy törvény előtti egyenlőség, polgári és vallási tekintetben is egy esküdtszék, most akkor mi is megfogalmazhatjuk azt, hogy a bíróságok a tényleges bűnözőket vegyék gorcső alá, hogy a bűnöző szervek a tényleges bűnözőket állítsák oda, ahová kell, a bíróság el is ítéljék el őket, de ne Malina Hedviget. Március 15-én elmondhatjuk azt is, hogy igényeljük, hogy Malina Hedviget mentsék végre fel az állítólagos vádak alól, és Malina Hedvignek szüntessék meg az eljárását, és végre élhesse szabadon életét családjával együtt. Amikor azt mondták március 15-én, hogy felelős minisztériumot Pesten és Budán, valamint évenkénti egyszeri országgyűlés Pesten
és akkor mi mondhatjuk azt, hogy tényleges decentralizációt akarunk. A tényleges decentralizáció arról szólna, hogy a lehető legnagyobb mértékben vehessük kezünkbe a sorsunk irányítását. Szlovákia fejlődése azt mutatta, hogy a helyi önkormányzatok, mint helyi autonómiák, mint helyi önkormányzatok jól működnek. Ez a város is megteszi mindazt, ami az erejéből, lehetőségéből adódik, és fejlődik a város azon adottságok szerint, ami Gömörországban megtalálható. Ha ugyanígy néznének ki a regionális önkormányzatok is Szlovákiában, akkor a régiók is jobban néznének ki, és itt, amikor Besztercebányai megyében vagyunk, talán a legcélzatosabban lehet ezt megfogalmazni, mert ezek a mai megyék nem erről szólnak. Ezek a mai megyék kicsit másról szólnak, nekünk igenis igényelnünk lehet, hogy természetes régiók alakuljanak ki ebben az országban, ahol mi magyarok is jobban otthon találunk magunknak, mint a jelenlegi megye rendszerben. Tehát, ha amikor az elődök azt kívánták, hogy országgyűlés, mi akkor azt kívánjuk, más megye rendszer, igazságosabb megye rendszert akarunk. Amikor megfogalmazták azt, hogy úrbéri viszonyok eltörlése, a közös teherviselés, az igazságosabb teherviselés, most akkor nincs másról szó, mint arról, hogy igazságosabb adókat akartak, hiszen tudjuk, hogy a nemesek nem fizettek adókat, a nemesek éppen azért, mert védték az országot hosszú évszázadokon keresztül, adómentesek voltak, csak hogy jött Napóleon, elsötörte a nemesi felkelést, és kiderült, hogy ez az elavult rendszer nem tartható tovább, fizessenek a nemesek is adók, mondták március adót, mondták március 15-én, és professzionális hadseregre van szükség. Most mi is elmondhatjuk azt, hogy igazságosabb adórendszerre van szükség, mint ami most van, és igazságosabb bérezésre van szükség ebben az országban, mint ami jelenleg tapasztalható. Nagyon nyílik a társadalmi olló, vannak, akik ma nagyon magas kereseti lehetőségekkel rendelkeznek, és az ország döntő többsége pedig nem. Ez így nem a szociális békét szolgálja, ez így nem az, megint csak ami miatt 1989-ben a téren voltunk. Igenis igényelhetjük mi, nem csak magyarok, hanem szlovákok is, hogy igazságosabb társadalmat építsünk, igazságosabb törvények szülessenek, igazságosabb legyen a bérezés, a bérbeli fizetésből élők helyzete javuljon ebben az országban méghozzá radikálisan. A további kérések, amiket megfogalmaztak, azok elsősorban a katonaságra vonatkoztak, most nyilván ezek ma nem aktuálisak, de aktuális a kétjelvűség, ahogy elhangzott. Aktuális igenis az, hogy következetesen igényeljük, akarjuk, hogy a szlovák mellett a magyar is megjelenjen feliratok szintjén, államigazgatás szintjén, az önkormányzatok szintjén, hogy mi maguk is, mi magyarok is otthon tudjuk érezni magunkat azokban a régiókban, azokban a városokban és falvakban, ahol nagyobb számban élünk, hiszen nekünk is jár az édesanyanyelv használata. Tehát ma nem hadseregre, hanem kétnyelvűségre van szüksége magyaroknak ahhoz, hogy megmaradhassunk. És amikor az utolsó pontot olvasom, hogy Unió Erdélye, nyilván nem erről van megint csak szó, hanem arról, amit elnök úr is mondott, igenis a kettős állampolgárság az nem egy ördögtől való dolog. A világ számos országában bele egy gyakorlatról van szó. Ma, amikor Szlovákia és Magyarország mint NATO-tag, amikor a hadseregek közös hadgyakorlatokat tartanak, amikor a belügyminisztérium, a rendőrség szorosan együttműködik, akkor nem lehet biztonságpolitikai tényezőként tekinteni az itt élő magyarságot, és ezért fosztani meg bennünket ettől a szimbolikus lehetőségtől. Nem Unió Erdélyel az utolsó pont, hanem kettős állampolgárság lehetősége, hogy amellett a szlovák állampolgárok vagyunk, igenis lehetőségünk legyen fölvenni a magyar állampolgárságot is, mert ez így európai, ez így civilizált, ez így valóban a jószomszédi viszonynak az igazolását jelenteni. Mert egyébként nem igaz az, hogy őszinte párbeszéd, egyébként nem igaz, hogy a jószomszédi viszont mindenki komolyan gondolja, hanem valahol hamisság van a politikában. Nem ezért voltunk 1989-ben megint csak a téren, és nem ezért vagyunk büszkék 1848-49-re, hogy a hamisságot támogassuk. Az őszinte és nyílt politikát támogassuk, a régiófejlesztést támogassuk, a kétnyelvűséget támogassuk, az igazságosabb adókat, az igazságosabb bérezést támogassuk, a fejlődést, egymás elismerését támogassuk, és akkor vagyunk igazi leszármazottai 48-49 őseinek. Köszönöm szépen!